áll az internet, a valóságtól végleg amputált. Iratkozz fel, gyere a hang után, ha jön a hangkorkán, tesó, na az brutál. Sziasztok, a nevem Vesz, és ez pedig itt a Mi van Hip-Hop. A rap az nem pofaszi, de lassan egyre megy már. Régen még puska por volt, ma meg felhigított nyár. Hey yo, Mi van Hip-Hop? Most kaptam a hírt, hogy komoly kutató munkát megelőzve brit tudósok megállapították, hogy a YouTube felkapottak listája tele van magyar poprapperekkel, amiket meg kell, hogy nézegessünk, úgyhogy kezdjük is el. A rap nem butit szarrá, a rap van kó a trébe, a rap az újra élesz, a rap a tűz a vérbe. Lil G, aki egy fél év alatt kislányból unikornissá cseperedett, majd manipulált orrá, harcos Amazonnál. Minden előadó életében előfordul az, amikor egy ilyen komolyabb oldalát mutatja meg a hallgatóinak, mert ez nálam most jött elő. Féltem attól, ha belekezdek, mi lesz, mit gondolnak rólam, majd megkérdezik ki ez. Ami igazán meglepett, hogy ennél a zenénél nem éreztem azt, hogy elkezd pépesedni az agyam és folyik ki a fülemen, úgyhogy ez egy igazán kellemes történet volt a többihez képest. Megyek, haladok, kitörök ebből. SM és Karola is uralják az élmezőnyt, egy ilyen érzelmesebb történettel szintén, de hát ők a legjobb bizonyíték arra, hogy autótyún nélkül is lehet egy korrekt slágert még manapság összerakni. Más nem sejti, hogy létezel, a választ tudod, hogy kérdezel. Kassa, Tibi és Rikó gyerekek. Látom az Instában, hogy most minden szép. Beszarsz. Már nem a közös vászlunkra festünk, ez már nem az a film, amit együtt estünk. Hát ez nagyon kemény, ezek után várjuk a feateket Korda Gyurival, Fekete Pákóval, vagy akár Hajduk Péterrel is. Ezért a sok érzelmes cucc után mutatnék nektek egy-két ilyen komolyabb történetet is, mégpedig fiatal veteránnak nem régen jelent meg a Metál című videóklipje. Csekkoljuk le! Tavasz, nyár, ősztél, fújt a szél, vert a víz, fásztál a mínuszban és nem győztél. Tőle megszokott módon hozza ezt a kőkemény utcarepet. Bandádat lehozom a mélybe, dip, mop, bekopogott az ördög hozzám, kip, kop. Úgy sejtem, ilyeneket nem nagyon fogtok találni a felkapottak között, úgyhogy csekkolgassátok a leírásban linkit. Szomorú, szürke napokon vártam napfény, nem láttam a ködbe, körülöttem, ki van még. Prodo MC-nek az így nem lesz jója után. Tök ember, harcos vándor gyerek, aki mindenkinek csakkol. Egyesített hatalmatokból próka vita egy landor. Megjelent az Eladhatatlan 32-es című videóklipje. Csekkoljuk le! Őszintén megmondom, hogy mindegyikbe kaphatja. 32 leszek és még vérgesebb, mint valaha. Egy kreatív Imagy Core videóklip formájában hallhatjuk az élete történetét. 21-re kértem lapot, mert nem vártam, hogy nyertem. 22 munkahely, mert folyton késve keltem. Szintén megtaláljátok a leírásban. 23 a Tedco, Michael Jordan, watch out! December 24-én a csajom közli, hogy csá! Ennyi volt már ez a videó, hogyha tetszett, akkor iratkozz fel, nyomogasd a like gombokat, ajánlgasd a haveroknak, kövess be Instagramon, sziasztok, én Vesz voltam, megyünk tovább. Amíg megmászod a ranglit rá, patintok egy rakétát, gyere ma éld át a bass, de tippin állam a tapétát. Patintok egy rakétát, megmászod a ranglit rá, patintok egy rakétát, bass.